A zene az, az volt a legjobb. Tulajdonképpen ez a csúcsa volt a kiállításnak. A Gregorián zene az kihozta a képekből azokat a tartalmakat, könnyen hozzáférhetővé tette az ürességet, úgyhogy én a magam részéről az egész megnyitóra csak Gregoriánt vettem volna, mert ott keletkezett egy szakadék, amint azt abba hagyták. De ez a Gregorián zene és a képek együtt, ez egészen különös hatást tett rám is. Tulajdonképpen nagyon tetszett a kiállítás, mert egyrészt jó a világítás, kihozta fényt, mert itt ez egy kényszerkép, hogy fehér kép, ezek nem fehér képek, hanem a fényről szóló képek, de mivel fényt nem lehet festeni, a festékek között a fényhez legközelebb a fehér áll. Tehát itt azért érdekes módon a világítás is kihozta a fény jellegét a képnek sokkal inkább, mint a műteremben. Úgyhogy nagyon, ez volt talán a legjobb kiállításom, amit csinálta. Engem is meglepett, mikor bejöttem, hogy a fény nem nyomta el, hanem kihozta a fényt. Molnár Sándor Kossuth díjas festőművész, 1936-ban született, most fogja betölteni a 81. évét. Nevéhez fűződik az úgynevezett zuglói kör, amely az 50-es, 60-as években működött, és a később, főleg az iparterv kiállításokon ismerté vált, és ma is legismertebb hazai képzőművészek közé tartozó művészeket tömörítette, mint Bak Imre, Nádler István, Deim Pál, Hence Tamás. Jártak ebbe a Molnár Sándor lakásán létrehozott körbe, és kapcsolatba kerültek a hazai idősebb művészekkel, gondolkodókkal, filozófusokkal, mint Hanvas Béla elsősorban. Hanvas Béla jelentősége Molnár szempontjából azért is fontos, mert mesterének tekintette. A Hanvassal én majdnem minden nap találkoztam, és a képeket is megnézte mindig, szólt vagy nem szólt hozzá, de beszéltünk nem sokat a képekről is. De egy dolog van, hogy a Hanvas az én festészetemet nem ismerhette, mert meghalt. Még mielőtt, ugye, mikor olyan 30 éves kora körül alakul ki egy festő. Mire én kialakultam és megcsináltam a festészetet, azt ő nem láthatta. Csak azt láthatta, hogy amit azelőtt, az útkeresés, meg a tehetség mértékét, meg hogy hogy állok hozzá a művészethez. És most hallom, hogy előkerült egy kis cikkecske, amit ő írt, a legnagyobb bánatomra, azt reméltem, hogy már elveszett. De az arról az időszakról szól, az útkeresés időszakáról. De a cikk maga nagyon jó, mert pontosan fölméri, hogy mit jelent az út eleje. De az út közepét, végét, ilyen üreseket, ezt ő nem látta, egyáltalán nem látta. Festői életművekhez, más festői életművekhez képest egy filozófiai megalapozottságú életmű. Aki csak a mostani kiállítást látja, nehezen tudja elképzelni, hogy milyen drámai és formagazdag és színgazdag előzményei vannak mindennek. Ha hosszabban és alaposan nézzük a képeket, és már valamit láttunk a korábbi korszakaiból is, akkor fölismerhető, hogy az összes megelőző időszak eredményei abszolút szublimálva, fénnyel átítatva, kiüresítve szó szerint beépülnek ezekbe a képekbe. Elkezdtem üreset festeni, hát ez nem egy egyszerű dolog volt, akkor Magyarországon különösen nem, szintiszta őrültnek néztek, és mindig még egy kis jeleket hagytam a vásznon, hogy a telítettség, mert ugye az gond, hogy úgy üres, hogy telített. Na most ezt hogy csinálja meg az ember? Hát eleinte úgy csináltam, mindig hagytam még valamit. És a Hanvas nézte egy darabig, és azt mondta, azokat a kis vackokat, miért kapaszkodsz abban, minek az neked? De igaza van, lefestettem rögtön. De akkor más kellett találni helyette.
Hogy mi az üresség, arról persze csak filozófiai értelemben lehetne beszélni, plusz a képek nyelvén. A kettő nem találkozik, mert a képek nem fogalmiak. A festő maga is azt ajánlja, hogy a képeket fogalmaktól mentesen és asszociációktól mentesen nézzük. Az ürességnek van egy keleti értelmezése, és van egy nyugati értelmezése is, ami sokszor a semmit jelenti, így meglehetősen félrevezető. Ugyanúgy, ahogy például Vajda Lajos és Kornis Dezső programja is arra irányult, hogy a keletet és nyugatot itt Közép-Európában hogyan tudja egyesíteni. Molnár Sándor Hanvas nyomán is erre törekedett, de ennél többre is, mint ahogy Hanvas is. Mondhatjuk azt, hogy mindent egyesíteni. Amíg az ember meg nem hal, addig minden, bármi megtörténhet. Én ugyan mondtam, hogy már többet nem festek, de ezt olyan komolyan vette mindenki, hogy én magam is megijedtem tőle. Mennyire örülnek neki, hogy én már többet nem festek. De ez visszavonom. Ha véletlenül úgy adódik, akkor festeni fogok. Nem törődve azzal, hogy mit mondtam erről. Fogalmam sincs, hogyha festenék, mit festenék. De volt a napokban egy álmom. Nagy üres képeket festettem, amik nagy mértékben különböztek a mostanitól. És akkor gondoltam álmomba, hogy na, akkor ezt még muszáj megcsinálni, de aztán fölébredtem, és nem törődtem a dologgal tovább. De azért eszembe jut,